Egy nyíregyházi KFT által megálmodott mentorálás program mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a spanyol SECAP Toledo szervezettel közösen megálmodott mentorház mától megnyitja kapuit a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő fiatalok előtt. A mentoráltak minden segítséget megkapnak a munka világában való érvényesüléshez. Kisari Károly, a mentorálás alapítvány kuratóriumának elnöke, aki nemrég családokért díj miniszteri elismerésben részesült, elmondta, a központ a Dán Vox Foundations finanszírozásában jött létre, a képzés pedig spanyol módszertan szerint valósul meg. 13 éve találkoztunk Spanyolországban ezzel a programmal, amit mi itthon mentorálás programnak neveztünk el. Ez a SECAP Toledo valósította, úgyhogy a programnak már egy spanyol szála, és a Velux Foundation egy dán alapítvány, aki támogatta elsősorban anyagilag is, hát más támogatókkal együtt, hogy maga ez az épület megépülhessen, maga a mentorház és a mentorálás program pedig valóban elindulhasson Magyarországon. Egyedülálló módon segíti a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci elhelyezkedését a mentorálás program keretében megvalósuló központ. A létesítmény azoknak nyújt segítséget, akik számára nehézséget jelent, vagy egyenesen lehetetlen a munkaerőpiacon való helytállás. Ez a központ egy lépés a társadalmi integráció és a munkaerőpiaci esélyegyenlőség felé. A ma átadott mentorház egyénre szabott felkészítési programot és képzést kínál. A programba való bekerülésről és a képzés kimeneteléről Csipkés Szilvia, a mentorálás program szakmai vezetője beszélt híradónknak. Egy specifitási profil készül a résztvevőkről, és ez alapján döntjük el, hogy melyik képzési útvonalon fognak elindulni. Aki 40% alatt van, az a mentorházban fog fejlesztést kapni, akik 40 és 70% közötti specifitási profilra rendelkeznek, azok egy duális képzésen vesznek részt, ahol fejlesztést kapnak a házba, illetve elkezdődik egy munkára felkészítő folyamat. Akik pedig 80% vagy 70% fölötti értéket érnek el, azok egyből munkába kerülnek. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a rendezvényen hangsúlyozta, Nyíregyházának kiemelt célja, hogy több szinten nyújtson támogatást az arra rászorulóknak. Üdvözölte az új, innovatív, képző és fejlesztő, valamint egészségügyi központ létrejöttét, amely amellett, hogy segítséget nyújt a fogyatékkal élő felnőttek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésében, hozzájárul a foglalkoztatottak számának növeléséhez. Hangsúlyozta, az önkormányzat több olyan intézkedést is hozott az elmúlt időszakban, amelyek a fogyatékkal élők számára nyújtanak segítséget. A város integrált játszóterei országosan is egyediek. Nagy elismerés volt számukra, hogy a Fogyatékosok Országos Szervezete Nyíregyházának adta hozzáférhető városdíjat, talán már 8-10 évvel ezelőtt először. Az avató ünnepségen a támogató dán szervezet képviselője Max Madsen mellett részt vett a SECAP társadalmi szervezetek csoportjának elnöke is. André Martinez Medina, aki elmondta, a közös jó gyakorlatot más közép-kelet-európai ország szervezeteivel is alkalmazni kívánják. Mint mondta, 3 éve indultunk el együtt egy folyamatban, amelyben az itteni szervezettel összeültünk és megnéztük, van-e lehetőség pályázaton indulni. A magyar fél hozott egy pályázatot, amely a Vox alapítványtól származott. Ekkor kezdtünk el együtt gondolkodni és együtt dolgozni. Kisari Károly szervezete beadta a kérelmet a pályázat indításához, amely pozitív választ kapott, így indult a közös munka. Miután odaítélték a szükséges forrásokat, ezután indíthattuk ezt a programot. Amit ma itt látunk, az a közös munkának az eredménye. Jelenleg Európában ez az egyedüli hely, ahol közös munka folyik, de most ezzel a tapasztalattal szeretnénk terjeszkedni Európában több helyen, és lemásolni ezt a programot Bulgáriában, Romániában és egyéb közép-kelet-európai országban, fogalmazott. A projektet egyébként olyan neves cégek támogatják, mint a Michelin Hungária, a Lego, vagy Debrecenben a National Instruments, amelyek jövőbeni foglalkoztatóként is jelen lesznek a projekt megvalósításában.